Ma már csak hűlt helye, a valamikor sok építkezési anyagot gyártó tamási téglagyárnak, de többek között Riba Tamás is gondoskodik róla, hogy az építőanyagok egy-egy darabja megmaradjon az utókornak. Noha nem egészen így indult ez a történet. Próbáltam először is pénzt keresni belőle, és utána többi gyűjtő megszólította azzal, hogy mi lenne, ha nem pénzt keresett lenne belőle, hanem gyűjtés cserebere, és így átmentünk csereberével a pénz helyett. És hát gyűltek, mindig egy helység, még egy kupac, és most már 5000 darab körüli van gyűjteményem. 2004 volt a gyűjtem, és akkor fokozatosan mindig többet. Barátoktól, ismerősöktől, kereskedésekbe, cserebere útján járunk találkozókra, ahol elcseréljük a fölöslegeket, úgyhogy mindenki gyűjti a találkozóig, és akkor ott szabad a vásár. Ma már sokkal szigorúbb szabályok mentén készülnek az építőanyagok, mint a téglagyártás kezdetén. Akkor bizony megesett, hogy különböző külső tényezők befolyása miatt vált a tégla, ma már egyedi darabnak mondhatóvá. Vannak olyan, amik viszonylag kicsi darabszámba készültek, egy-egy épületben van csak belőle pár darab, vagy esetleg csak egy darab készült belőle, vagy hát valamilyen jellel látták el, vagy belekarcoltak a készítői valamit, belelépett egy állat, és annak a lábnyoma benne van. És hát ez mind egyedi, abból nincs több általában. Van egy közhasznú egyesületünk, és kutatjuk a téglák eredetét, és hát próbáljuk dokumentálni, és kiadványokba foglalni. A város szélén magasodó kémény, ami a tamási téglagyár része volt, még sokunk emlékezetében él, de szerencsére más formában is megmaradt a jövő nemzedékének. Vannak adatok, ezt feldolgozta a Hegedűs Gyula bácsi, és őnek így van egy írása erről. Abba azt kiegészítve képekkel belekerült az egyik kiadványunkba, úgyhogy az megtalálható ott. A téglagyűjtő szenvedély nem köthető se nemhez, se pedig korosztályhoz. Az építő eszköz sokakat magával ragad. Férfiak, nők vegyesen, persze nők viszonylag kevesebben, de vannak most már egyre több női tagunk is van az egyesületben. Ugyanúgy járnak a szülész, nőgyógyásztól a vadász, bármilyen érdekeltségű ember. Ha téglakupacot lát, teljesen mindegy, hogy milyen ruhában van, öltönyben vagy nyakkendőben, a téglakupacnál fék, megnézzük, megforgatjuk, és ha olyan csomagtartó. Van egy kedvenc téglám, az pont egy tamási tégla. Egy ismerősöm szólt, hogy van egy téglája, tamási tétés, hát mondom, olyan van rengeteg. Azt mondja, ilyened nincs. Jó, elmentem, megnéztem, és hát egy kisgyerek lábnyom van benne. És hát mikor megláttam, ezt leteszem addig, amíg haza nem érek most már, és azóta az a kedvenc téglám. A jelzés alapján lehet következtetni, hogy hol készült, az alapján, ha szerencsénk van, be tudjuk azonosítani. Készültek különböző fajták, hogy kúttégla például, vagy valamilyen más különleges célra ékalakú tégla, vagy padlásburkolásra négyzet alakú tégla, és akkor azt jelölték, valaki évszámmal a gyártóra tette a nevét, szóval próbáltak meg beazonosíthatóvá tenni, hogy ki hol gyártotta a téglát. Nagyon mellékelt szakmája volt a világnak, mert azért kemény munka volt, és hát szeretnénk nekik emléket állítani, hogy ne vesszen a feledés homályában, mert hát egyre kevesebb ilyen tégla kerül elő, ledarálják, tönkre megy, szétfagy, és ha mi nem mentenénk meg, akkor nem maradna meg az utókor számára. A téglák egyelőre kupacokban állnak, de előfordult már, hogy a nagy közönség is láthatta a gyűjtemény egy részét. Az udvarunkban volt egy, ott körülbelül 1000 téglát állítottam ki. Regőjben volt egy kisebb, egy falu alkalmából, ott körülbelül 200 téglát állítottam ki, de az egyesület tagjainak szerte az országban szinte minden évben van 8-10-15 kiállítása. Nagyon sok kisebb rendezvényen, akár falunapon egy-két állványjal kipakolnak, és megmutatják, hogy mi is a gyűjtésünknek a lényege. Mindenki meglepődik, hogy nem is gondoltam volna, hogy ennyiféle fajta van, hogy ilyen mindent megörökítettek annak én a téglán. A szimbólumoktól kezdve a vallási hovatartozás, mindenfélét. Címer, az mindenképpen, a szív minta, a szívben virág például, vagy zászló, vagy hát nem is tudom, mit mondjak még hirtelen. Vallási motivumok, például kereszt, az nagyon sok téglán van, és mellette évszámmal, vagy a gyártó nevével,
például a győri várkapitányok mindenki saját nevével, monogramjával készített téglát, és ott rengeteg van, rengeteg. Minden évben, ha változott a rangja, az is fel volt esetleg tüntetve a téglán. Tamás hőnállított vágya, hogy méltó helyet találjon a gyűjteménynek, ahol mások is gyönyörködhetnek a mára már közel 5000 darabos tégla gyűjteményében. Emellett szeretné, ha egyszer bekerülhetne a tamási értéktárba, ez a múltat megőrző kollekció.